A pandémia kezdete óta a világ egyik országában sem regisztráltak olyan sok fertőzöttet egy nap alatt, mint most az Egyesült Államokban. Több mint 1.300.000-en kapták el a vírust 24 óra leforgása alatt. Eközben a kórházakban ápoltak száma is rekordmagasságba emelkedett, ráadásul a kórházakon a munkaerőhiány miatt is egyre nagyobb a nyomás. Egyre nagyobb a nyomás az Egyesült Államok egészségügyi rendszerén. Miközben az Omikron variáns terjedésével soha nem látott magasságokba emelkedett az új fertőzöttek száma, a Reuters hírügynökség adatai alapján az ország kórházainak 24%-a kritikus munkaerőhiánnyal küzd. Az egészségügyi ellátást országszerte nehezíti, hogy egyre több ápoló és más kórházi dolgozó is kiesik a munkából, mert vagy megfertőződtek, vagy karanténban vannak. Csak itt Dél-Kaliforniában karácsony óta több mint 5000 ember került kórházba, ennek majd az ötszörösére számítanak a következő hetekben. Egyes kórházakban ismét sátrakban osztályozzák a betegeket állapotuk szerint, csak úgy, mint a vírus okozta legsötétebb napokban. Előfordul, hogy a mentőautóban egy órát is vár a beteg, mire a kórház fogadni tudja. Hétfőn az Egyesült Államokban több mint 1.300.000 új fertőzöttet azonosítottak, ami az egész világon a legmagasabb napi megbetegedés a pandémia kezdete óta. Az országban ráadásul a kórházakban ápoltak száma is a valaha volt legmagasabb szintet érte el. Egy New Yorki kórház főorvosa szerint a járvány a következő hetekben fog tetőzni, így további nehézségekre számítanak. A koronavírussal ápolt betegeink fele nincs beoltva. Tavalyhoz képest azonban fele annyian szorulnak intenzív ellátásra és lélegeztetőgépekre. Természetesen még túl korai lenne végleges következtetéseket levonni, de a járvány tetőzésére a következő egy-két hétben számítunk, magyarázta a főorvos. Hozzátette, a kórházban ápolt gyermekek száma is jelentősen megemelkedett, viszont az ő tüneteik jóval enyhébbek, főleg ha már megkapták az oltást. A Johns Hopkins Egyetem és más szakértők szerint a valós adatok ráadásul jóval katasztrofálisabbak lehetnek. Sokan ugyanis az amerikaiak közül otthon elvégezhető gyors teszteket használnak, amelyeket nem kell hivatalosan jelenteni. Az amerikai egészségügyi hatóság becslése szerint a fertőzések 95%-áért már az Omikron variáns a felelős. Milwaukee városában az egészségügyi hatóság hétfőn már az erősebb védelmet biztosító N95-ös maszkokat kezdte el kiosztani a helyi lakosok között, hogy ezzel is elősegítsék a védekezésüket. Szerintem jó ötlet biztosítani, hogy minden háztartásban legyen ilyen maszk. Főleg azért, mert az üzletekből gyorsan elfogy, és vannak, akik el se tudnak menni érte a boltokba, mondta egy helyi lakos. A járványhelyzet romlása az oktatás ügyben is problémákat okozott a tanév kezdetén. Több nagyvárosban az iskolakezdés elhalasztásáról döntöttek, vagy inkább digitális formában indították el a tanévet. New York polgármestere ezzel szemben azt ígérte, amennyiben nem létfontosságú, a város iskolái nyitva maradnak. Nem aggódom. Azt szeretném, ha a gyermekem iskolába járhatna és normális gyerekkora lehetne. Szerintem az oltásokkal a hatóságnak inkább azon kéne gondolkoznia, hogyan állítsa vissza az iskolákat a normális működésre, mondta egy anyuka. Chicagóban múlt hét közepén ideiglenesen távoktatásra álltak át, miután a tanárok szakszervezete kifogásolta a biztonsági feltételeket a jelenléti oktatás újrakezdéséhez. A helyi vezetéssel való egyeztetés után azonban úgy tűnik, szerdától itt is visszatérhetnek a tanulók az iskolapadokba.